Azt mondta Jézus, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Amikor valaki életét adja az ő barátaiért, nem akárkiért, nem mindenkiért, hanem az ő barátaiért. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én mondok néktek, amiket én parancsolok, régies kifejezéssel élve, én parancsolok néktek, én mondok néktek, akkor vagytok az én barátaim, hogyha felfogjátok, örömmel fogadjátok, megértitek mindazokat, amiket én mondok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem mondalak többi titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Ti vagytok az én barátaim. Ha azokat cselekszitek, amiket én mondtam nektek, amit megismertetek, megértettetek, megszerettetek, és vágytok arra, hogy azt cselekedjétek, akkor vagytok az én barátaim. Akkor vagytok az én barátaim. Ha amit én mondottam, megismertétek, megértettétek, befogadtátok, megszerettétek, és vágytatok arra, hogy megcselekedjétek. Ekkor vagytok az én barátaim. És hogyha az én barátaim vagytok, az életemet adom, értetek. Ha az én barátaim vagytok, az életemet adom, értetek. Nem azt írja, hogy Jézus meghalt, érted, hanem azt írja, hogy az életét adta, érted. Az életét adja most is, érted. Érted?
nem meghalt, érted? Mert most is él. Most is él. Ez a botrány, hogy most is él. Most is él, és bőségesen van, amiből adjon. Bőségesen. És most is ad. Mindenkinek. Neked. Neki. Mindenkinek. Aki kéri tőle. Aki megismeri az ő beszédét. Hallja az ő beszédét. Érti az ő beszédét. Szereti azt. Kívánja azt megcselekedni. Adja az életét mindenkinek, mert neki bőségesen van. Neki végtelen az élete. És akinek ő adja, mindenkinek végtelen az ő élete. Kedves barátaim, Jézus nem halt meg, nem maradt halva, az ő teste meghalt, feltámadt, él. Az életét adta, amíg a földön volt, nem magának élt, hanem érted. Értem, értjük. Mindannyiunkért élt. Az életét adta, amíg élt, az életét adta. Értünk. Az ő szavát adta. Értünk, hogy éljünk. És most is adja az életét mindenkinek folyamatosan, aki hallja az ő beszédét. Megérti, megszereti, befogadja, és örömmel cselekszi azt. Mindenkinek adja az ő életét. Az ő élete örök élet. És mindenkinek adja, aki megismerte őt, aki kívánta megismerni őt, aki megértette őt, aki kívánta megcselekedni őt. Kedves barátom, Jézus nem adta az életét mindenkiért. Jézus nem adja az életét mindenkinek. Jézus nem tudja adni az életét mindenkiért. Nem tudja adni az életét mindenkinek. Mert aki nem fogadja, annak nem tudja adni. Aki nem fogadja, annak nem tudja adni. A barátaiért adta az életét, és adja most is, folyamatosan. Kik az ő barátai? Akik éhezték és szomjazták az igazságot, keresték azt, találtak, zörgettek, megnyitották az ajtót, nekik adta és adja. Aki nem éhezi, nem szomjazza, aki beéri a világhálóval, a hírekkel, a Facebookkal, a YouTube-bal, nem tudja adni. Nem fog megerőszakolni. Isten nem erőszakos. Az igazság nem erőszakos. A szer etet, de nem erőszakos. A szer etet mindenkit, aki fogadja azt a táplálékot, amit ő ad. Jézus nem adta az életét mindenkiért.
csak azért, aki fogadta az ő életét, az ő örök életét, az ő igaz életét, aki a császár életét fogadta és fogadja, aki a világháló életét fogadja. Aki az elbukott világ életét fogadja, és azt szereti, annak nem tudja adni ő az ő életét, amelyikkel legyőzte a halált. Mert az olyan ember nem tudja fogadni, mert ő megelégszik avval az élettel, amit ő kap a világhálótól, a császártól, a királytól, a Covid-tól, a földi rendszerektől. Ő csupán az ő barátjainak adja az ő életét. Egy házasságban, hogyha az asszony hűtlen, félrekefél, paráználkodik. Ha az asszony jobban szeret valaki mást, mint az ő férjét, a férje nem tudja adni neki az ő életét. Vagy ha adja is, az asszony meglopja őt. De a tolvajlás nem tarthat, míg a világ is két nap. Egy darabig lophat az asszony attól a fértől, aki hűséges hozzá. De hogy az asszony jobban szereti a másikot, egy idő után már nem fog tudni lopni az ő férjétől, mert a másik elviszi őt. Házasságtörés történik, és elviszik őt, és a másiktól fog kapni valami mást. De a régitől már nem kaphat, mert ő hűtlen, mert ő már nem barátja az ő férjének. Mert nem tartja meg az ő férjének a szavát. Nem tiszteli őt. Nem ismeri az ő férjét. Nem leli örömét az ő férjének a szavában. És nem engedelmes. Jézusnak örök élete van. Isten megengedte, hogy megöljék őt. Hogy 3 nap múlva feltámadjon, és megmutassa, hogy az ő szava, az ő igazsága legyőzte a halált. Megmutassa, hogy neki örök élete van, őt nem lehet megölni. És azt mondja, hogy az életemet adom az én barátaimért. Azokért, akik ismerik az én szómat, értik azt, örömmel, lelkesedéssel fogadják azt. Örömmel, lelkesedéssel cselekszik azt. Az életemet adom értük, ami örök. Az életemet adom nekik, ami örök. Így hát az én barátaimnak is örök életük van. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.